Este továbbra is jelentősen hűl a levegő, éjszaka és a hajnali órákban 0 és 4 fok között alakul a hőmérséklet, felhő ekkor sem lesz felettünk, naposan indul a reggel. Szombaton is kitart a napsütéses idő, kevés gomoly felhő keleten és néhol nyugaton már lesz az égen, melyekből csapadék nem fog hullani. A nyugatias szél az északi tájakon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet, hajnalban már csak kevés helyen fordulhat elő gyenge fagy. Napközben 17 és 22 fokot mutatnak a hőmérők. Zalában 0 fokkal naposan indul a reggel, a folytatásban marad a felhőmentes, tiszta idő, 19 fokos maximummal számolhatunk a hétvége első napján. A folytatásban vasárnap napos, gomoly felhős időre van kilátás, de legfeljebb csak egy-egy helyen fordulhat elő jelentéktelen zápor. A Dunától keletre többfelé élénk lehet az északi, északkeleti szél. Délután 14 és 21 fokra van kilátás, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékeket. Hétfőn a napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de csapadék nem várható. A nyugati, délnyugati szél többfelé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 17 és 23 fok között alakulhat. Kedden már több felhő lesz felettünk, az északi tájakon gyenge eső, záporok is kialakulhatnak. Az élénk helyenként erős nyugatias szélben 16 és 23 fok valószínű.